Gyűjtöttem 5 darab szintet a Brawl Stars-ban. És ezeknek a szinteknek a teljesítésére meghívtam egy random feliratkozómat. Ha végig tudja csinálni az első, második, harmadik, negyedik és az ötödik szintet is, 10.000 forinttal lesz gazdagabb. Az első szint a labirintus. A versenyzőnek egyetlen egy perce lesz kijutni ebből a labirintusból, minden egyes szinten 3 darab próbálkozása lesz. 3, 2, 1, indulhatsz, innen megy, én követem, nézzük meg! Ó, bazd meg, stoppert nem indítottam. Nem baj, akkor nézem itt az időt, 38-kor kezdte, nagyon jó, ennél egy rövidebb útvonal is van, most vissza, majdnem visszament az elejére. Jó, én nem mutatom neki az utat, én őt követtem. Várjál, oké, ez meg lesz egy percen belül. Itt is van. Tökéletes. Akkor ez bőven sikerült egy percen belül. Sehol nincs a vége, az első szintet teljesítette. De viszont nézzük a következő szintet. A második szint a 11-es párbaj. Itt a versenyzőnknek 5 darab gold kell lőnie nekem. Minden egyes lövésénél 3 próbálkozása van. Mindjárt nyomom is neki a pipát, és onnantól kezdve lőheti is az első lövését az 5-ből. Na gyerünk, én arra fogok vetődni. Nézzük. Ujjj, basszus, 1 gól. Szép. És akkor nézzük is meg a következő lövését. Ebbe a körbe már csak ez az egy lövés fér be, mert nyilván 2 gól. Mit csinál? Szóval srácok, ismételten beálltam a kapuba, nézzük is meg a második lövését, 1 gólja van az 5-ből, nézzük is meg, hogy másodjára sikerül-e neki, és innentől kezdve lőheti. Basszus, most meg oda lövi. Nem hiszem el, jó, szép volt. És akkor a harmadik lövése az 5-ből, ahogy egyébként az a baj, hogy basszus, így el fog tőlem venni 10.000 forintot. Jó, nézzük a következő lövését, nézzük. De mi? Oda vetődtem, és nem tudom kivédeni. 3 gólja már is van. 3 gólja van, viszont az a baj, hogy nem tudom sose kivédeni. Nézzük. Oda vetődtem, és ott is van. Jó, let's go. Van még 2 próbálkozása a negyedik lövésére. 3, 2, 1, és akkor nézzük. Most oda lövi. Basszus, meg se tudtam mozdulni. Nagyon szép. És akkor mehet, nézzük. Basszus, belövi az 5. lövését. Hú! A harmadik és egyben a legnehezebb szint velem egy 1v1. Ezt a szintet is velem az 1v1-et ugye 3-szor próbálhatja újra. Ha 3-szor egymás után elverem, akkor kiesett, nincs 10.000 forint, vége a videónak. Nézzük is meg, hogy ezen hogyan fog veszteni. És akkor el is indult, nézzük, itt is van, kit hozott. Ó, utálom ezt a karaktert. Most véged! Oké, csinálok most egy olyat, hogy ulti. Yes, és szépen megölöm a francba, de nem tudom megölni, mi a faszom van, állj! Nem halhatok meg rögtön, várjál, szörgyen, rámegyek, bám. Amúgy az a baj, hogy megölt, és nem szeretném, hogy tovább jusson, és elvigyen tőlem 10.000 forintot. Ne bujkálj, nem ajánlom neked, hogy bujkálj ellenem. És megöl! Nincs internetem, állj! BAM! Ott van! Ja nem, még mindig ő vezet, de hogy? Várjál? Ne! Most ki vezet? Én vagy ő? Ott a... Hé! Hey! Nálam volt a kék csillag, és egyenlő lett volna, akkor miért ő nyert? Á, megőrülök. A következő szint a 4. szint, ami pedig nem lesz más, mint ez a pálya. Ennek a pályának a lényege, be fog hozni a versenyzőnk egy Pipert, és Piperrel az összes darab csontvászfejet ki kell szednie 1 percen belül. Ha nem sikerül, ezt is természetesen 3-szor újra próbálhatja. Ha nem sikerül, vége az egész videónak, és a 10.000 forintjának is. És akkor itt is van ez a csodálatos map, nézzük meg Piperrel, ki fogja tudni ezt szedni az összes csontvászfejet, és hát hajrá egyébként... Ujj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 
lengyel. Még kb. Fél perce maradhatott, gyerünk. Hát. Jó, még mindig maradt egy kb. Egy 20 másodperce. Ajjajjajjajjajj, neki annyi, addig menjen a következőre. Jó, srácok, még mindig maradt pár másodperce, besegítettem neki egy kicsit, Jó, állj.
Azt mondja, miért várjak én, mire megdög lesz a füstbe? Egyet rám lőtt, az cső. Igen, egy percen belül ez elég nehézkes, egy percen belül, viszont meg lehet csinálni simán, tehát nagyon kevés csontváz van, csak mire odaérsz, mire jön a füst, meg minden. Viszont meglátjuk a következőt, hogyan teljesíti. És a stopperes telefon az itt is van, srácok. Mennyire senkit nem érdekel. És akkor itt is van, srácok. Kicsit akkor később indítom el neki a stoppert. Jó, jó, okés. Amíg odaér, addig nem indítom el a stoppert. Ennyi kedvességet azért adok neki, hogy amíg odáig elér, addig nem indítom el. Innentől kezdve, amint látjátok, most indult 2-3, és akkor megy. 15 másodperc megint eltelt. Kicsit besegítek neki, kicsit, hogy azért haladjon, legyen legalább egy kis esélye. Jó, annyit várjál, ennyit segítek. Jó, okés, mehet a következőre. Fél perc eltelt, még van fél perce. Hát, jó, nem segítek, gyerünk, csináld. Oké. Jó, megy a következőre, az pedig itt van, aminek a fele már benne van a füstbe, igazad van? És akkor még maradt egy nagyon kevés, kicsi másodperce, még arrafele még van, errefele, viszont lejárt. Most járt le az idő. Úgy, hogy besegítettem, és úgy később indítottam el a stoppert, viszont arrafele még van egy darab. Hát, srácok, maradt egy utcsó próbálkozása. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogyan fog neki összejönni. Ugyanis egy utcsó próbálkozása maradt a negyedik szinten. És akkor nézzük is meg ismételten, onnan kezdi. Megint kedves leszek. Csak is akkor indítom el az időt, ha már elkezd lőni, amíg odafutkárod. Addig még nem indítom el. Nagyon jó. És akkor 3, 2, 1, és innentől kezdve indítom is a stoppert. A séta a legnehezebb, amikor oda kell sétálni. Nézzük meg, mit tud alkotni. Jó. Tökéletes. Aha. Megint besegítek neki egy kicsit, várjál. Jó, még mindig maradt pár másodperce. Hát, ez szopóka lesz, ez szopóka. Na jó, besegítek neki akkor, srácok. Egy nagyon kicsi, hogy azért legyen egy kis esélye. Jó, gyerünk. Jó, még itt középen maradt. Gyerünk. Pár másodperc. És... BUM! Azt a micsoda időzítés! Meg is csinálta! Pontosan egy percen belül segítettem. Később indítottam el ezt a rohadt időzítőt, úgyhogy lehet rohadtul nem fogsz kapni egy darab 10.000 forintot sem. Természetesen viccelek, srácok, nagyon gratulálok neki. A végső szint, az ötödik szint, a gyorsulás. Random, ő is és én is egy karaktert kiválasztunk. Viszont srácok, most 3 kört fogunk menni, tehát 3 karival is megnézzük a gyorsaságot. Mind a 3-szor ugye random választunk karaktert, ő is meg én is. Jó! Morty! Mit csinál? Természetesen lövés, meg ilyeneket nem lehet használni. Amint lemegy a tüske, BAM! Indulunk! Mit csinál? Nem jó! Lövés, meg ilyeneket nem lehet használni. Jó, beállunk ide a rajthoz. 3, 2, 1! Lehet indulni! A gyorsaságot mérjük, ahogy megyünk. Gyerünk, Max, az nagyon gyors. Ez én vagyok. De most itt látjátok visszalassítva, úgyhogy ez én voltam. Én vagyok a winner. Már csak 2 próbálkozása maradt, és nézzük, mindketten Leont hoztuk. Na erre nagyon kíváncsi leszek. Na erre nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek. Most! Jó, de jó! Mi? Megelőzött, mert az internet elmegy. Jaj, ez én vagyok. Én voltam hamarabb. És akkor nézzük is meg a döntőt. A végső utcsókör utcsó fordulóját. Edgárt hozzuk mindketten, teljesen random. Mi az Isten? Micsoda összhang? Hogy a jó Istenbe? Bam! Basszus! Én talán gyorsabb vagyok egy kicsit. És ne, befagyott az internetem és emiatt megnyeri. A francba! Konkrétan egy kis internet hiba elég volt és megnyeri az egészet. Igazából csak gratulálni tudok, nyertél 10.000 forintot. Szokásos napszemüveggel való kiköszönés meg ilyenek. Ha tetszett nektek ez a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel, szokás szerint, ha még szeretnétek ilyeneket látni. Puszilok mindenkit, találkozunk a legközelebbi videóban. Érdemes feliratkozni, mert mindig a feliratkozóim közül válogatok. Köszi még egyszer, hogy végignéztétek, én Noel voltam. Ciao, puszilok mindenkit.